A szerdai közlemény szerint idén 121 éves az első magyar film, amelyet hazai produkcióval ünnepelhetett a magyar RTL csatorna. Április 30-án, szombaton 23 óra 50 perckor érkezik az RTL klubra a Tenki Réka, Enger Zsolt, Kulka János, Dobó Kata és Kolovratnik Krisztián főszereplésével készült Fekete Budapest című krimi. Majd másnap, május 1-én, vasárnap este romantikus vígjátékot ad elő az RTL klub Tenki Rékával, Mészáros Bélával, Mészáros Mátéval, Rezes Judittal 20 óra 5 perctől, de Cserhalmi György és Pogány Judit egy rövid jes szerepet játszik. Április 30-án 19 órától érkezik az Ötliébe Farkas Franciska, Nagy Viktor Dániel és Epres Attila, Brazil című magyar játékfilm, 23 óra 20 perctől a The Final Report 2020 című film, Szabó István filmje, az Aranymedve illetve Berlini Ezüst Medvedíjas rendező, főszerepben Eperjes Károly, Börcsök Enikő, Kerekes Éva, Udvaros Dorottya, Andorai Péter és Klaus Mária Brandauer. Késő este 1 óra 50 perctől vetítik a magyar thrillert Antar Nimród rendezésében, sötét humorral átszőve. A 2003-as filmben többek között Balla Eszter, Pindrocz Csaba, Mucsi Zoltán, Csányi Sándor és Nagy Zsolt látható. Ha feliratkozol a média egy Telegram csatornájára, soha nem maradsz le híreinkről. További hírek a média egyen. Csatlakozhat hozzánk a Facebookon és a Twitteren, és feliratkozhat hírlevelünkre. Borító a Control című filmből. RTL sajtószoba.